Na, sziasztok srácok, itt vagyok egy újabb videóba, és először is egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy szeretnétek olyan videót, ahol a balance change-et, a balance update-et kivesézem. Tehát elmondom, hogy mi a véleményem, mit csináltam volna másképp, vagy mit csináltak jól, ti leírjátok kommentbe a ti véleményeteket, és összerakjuk, és egy remek beszélgetés a balancról, hogy mi hogy csinálnánk. Ez mind Brawl és Clash royale is vonatkozna. Írd le kommentbe, hogy te szeretnél ilyen videókat látni tőlem, ha igen, akkor jelezd, ha nem, akkor azt jelezd. Nos, viszont próbáljuk ezt az új játékmódot, én elég kíváncsi vagyok. Nagyjából elolvasgattam, hogy ez mi is lesz, de azért még nem igazán tudom. Na nézzük, hogyan fog nézni az első meccsünk. Azért játszok el primóval, mert kicsirangú. Ezen kívül tankos karakter gondolok ide jónak, meg az mindig jó, szóval én, én azt mondom, hogy egy csapatba kell egy tank minimum, muszáj, hogy legyen. Ha több van, az nem baj, viszont ha nincs, az baj. Mint látjátok, így már le is vadáztunk egy embert. Igaz, belehaltunk. És övék az első csavar. Ha minden igaz, azzal lehet megidézni ilyen bosszokat. Talán... És el kell pusztítani a széfet. Szerintem valami ilyesmi a sztori. Igen. Az ulti aki ment volna három emberes lett volna. a boxos csávó ezt egy pöppet elrontotta, de nincs probléma. A probléma akkor lesz, ha elveszítjük a gémet. És bum, az ulti tökéletes. A széfnek ekkora range -a van. Ezt nem gondoltam volna, srácok. Tényleg engem az érdekel, hogy ha öl meg, akkor kinek adja be, kielnek vajon. Vagy ha a boss öl meg, ugye? Az valakinek a kiéje lesz vagy, vagy a bossnak kiadja ki ennek, és akkor kinek számít a, és akkor lehet a meccs játékosa az egyik boss. 8 8% És csavarfölényük van. Ezt a gémet úgy is hívhatjuk, hogy Lose. Más néven, meg bárhogy. Kivéve úgy, hogy győzelem. Na, három emberes ulti. Na, igen, igen, három emberes volt. Na mindegy, nézzük tovább, hogyan fog alakulni a meccsünk. Rendkívül érdekesen és esztétikusan halad a továbbiakban a játék. Én azon gondolkodá, hogyan és miképp játszam meg a következő szituációt. Nos, a probléma az, hogy jön egy hústorony, akit követ egy másik hústorony, és ez egyik robotból van, és sok az élete. Ja, meg sokat seved De az igazi probléma, ott kezdődik, hogy 7-es darab százalékon van a... Szépünk. Ezt úgy hívják... We'll lose De azért nincs probléma, mert csak mínusz 6 kupa. Nem sok. Nem. 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 Oké. Okay. A lényeg az, hogy nem, 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 sírunk, mert tudjuk, hogy a sírás nem visz minket előre, viszont az tud segíteni, hogyha rányomok a play-re és játszok még egyet és nyerni fogok. Nos, a tervem itt, hogy valaki hozta ezt a Minernek és a Tomstone-nak a szerelem gyerekét, Mortiszt, az azért jó, mert folyamatosan tud ugrálni és felvenni a csavarokat, ami neki mindenféleképpen rendkívül előnyös ellentétben a mi csapatunkkal, mert az összes csavarot a lesz. Az pláne nem előnyös, hogyha meghalok, úgy, hogy nem tudok. Nem. Aj, annyira kiszámítható vagyok, mint a felületi grádiáns, komolyan mondom. Mind a felületi grádiáns, körülbelül az annyira kiszámítható, mint 3-1 a csavarok állása, azt nem szabad odaadni neki. Tökéletes. Ö, kicsit túlvállalta magát. Szóval, hogy a csavart meg is kell tartani egy kis ideig. Nem értem meg beugrani, értem olyan szempontból igen, hogy jövék lett így a boss, ilyenkor kell gyors ki... De a torony akkora range -e van, de akkora, mint a... Tudjátok mi, annál egy kicsit kisebb, nyilván, de szintén hatalmas a range -e. Hát köszöntem a részvételt, új, igen, ő is köszönte. Lehet, hogyha védekeztem volna, akkor igaziból védekeztem azzal, hogy támadtam. Az a csavar nem lehet a tietek, mert neked meg kell halnod. Mondom, hogy meg kell halnod, és azt mondom, akkor mellé ugrok. Nem jós, nem, 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 nem szeretnék veszteni. Az a csavar, az rendentően kell, de nem akarja, nem akarja. Így is Penny felvette, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. 4-4 a csavarokban lévő állás, ez egy rendkívül fontos csavarra következő, és megszerdik ők, jól van Penny. Azt meg kell tartanod, azt nem szabad nekik odaadni, nem. Muszáj, hogy kivé. Kezzem. De nem fog sikerülni. Ha re megnyerték a csavarokat, így a következő boss is őket fog segíteni, nem. Időbe Penny mentett egy szépet, így a hetedik csavart nekünk kell megmenni, felvenni, és a 8 is. Jól van, neked meg kell, hogy haj. Haljál már meg, fiam. Aki kell, kell az a csavar, azt nem szabad egyszerűen odaadni. 8 jó, én inkább kitankolom, de a csavart szerezzük meg, szóval a csavar, 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 és meg kell csavarni. Itt tényleg csak a csavarok a lényeg. Még el fogom mondani egy pártól, hú, Mortis, mekkora nyomat, <laughs> meghalt a kutyával szembe. Nem baj, nem baj, Kifejezetten nem baj. Sőt, úgy is lehet mondani, hogy rendkívül előnyös számunkra. Ez nem rossz, főleg ha megnyeri a Jessink a harcot és megnyerte, így előnybe részesült a csapatunk. Nos, így sem akkora az előny, hogy bizakodásra adhatna okot, így viszont van esélyünk comeback-elni, hogy ott van a kettes szintű boss a csapatunkban. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Viszont, ha most nem döntjük be a túretet, következőben olyan szinten hátrányban leszünk, mert 14 csavarja van az eneminek, hogy nagyon rossz. Nagyon sok damage kéne kiosztani. Akár meg is lehet a torony, meg is lehet a torony, üssük, üssük, és 11% Nem tudom, elprimóval vagyok, az egyik opció, hogy oda megyek, kőkeményen ráultizok, és ketté fejelem. A másik opció, hogy reménykedek abban, hogy nem fogjuk elbukni a meccset, de én nem vagyok az a reménykedős típus, tehát kőkemény ulti. És nézzük, nézzük, és nem bírja meg a gyerek, kőkemény ulti, kevés volt ehhez kevés volt az ulti az El de nincs kétségbeesve, mert tudja, hogy nem lehetetlen a meccs. Előre megy, előre megy, rendkívül igényesen próbálja megkeresni azt az útvonalat, ami számára működhet. Egyelőre nem sikerül megtalálni a három másodperc, és jön az eneminek a boss. Ennyi. Meg egy bombi. Plusz tíz kupa. Ez a játékmód egy all -in. ha vesztesz, baromi sok mínusz, ha győzöl, nagyon sok plusz. Nem tudom, mit mondjak erről a játékmódról, sok szempontból tetszik nekem, például ez, ez a kupa rendszer szerintem jó, viszont viszont jó játék, tényleg jó játék. Ez a játékmód szerintem kicsit feldobta a Brawl Stars-t, elsőre így nagyon tetszik nekem,